Üdvözletem! Ez itt a horoszkóp, és ebben a videóban beszélni szeretnék nektek a... Fenébe hív a főnök. Pillanat. Igen, főnök, mi a helyzet? Jó, oké, indulok. Fenébe behívtak a munkába. Mi lesz most így ezzel a videóval? Van egy ötletem. Horoszkóp, tartsál velem, a csatornámon csak horror terem. Horoszkóp, határok nélkül a magyar horror közösség épül. Horoszkóp, az adás vettem, Argento báva kulcsikát bentem. Horoszkóp, szeretet és béke, nyújtom a kezem, ha meglátok téged. Üdvözlök mindenkit a mai videóban itt a Horoszkóp csatornán, én Zebra T vagyok. Esetleg már láthatotok engem korábban a Nilbog podcastben, vagy ha már korábban ismertek, akkor a Better Is Not Included csatornát csináltam. Most már ugye hónapok óta nem csináltam oda tartalmat, valószínűleg már nem is fogok. Viszont most horoszkóppal összedugtuk kicsit a fejünket, és azt mondta, hogy akár ide is csinálhatnék egy-két videót, szóval, hogy előre is mondom, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és akkor talán horoszkóp meghosszabbítja a szerződésemet, és néha itt is láthattok engem. A mai videó témája pedig nem más lesz, mint ez a nagyon frankó The Eurocrypt of Christopher Lee boxset, amit a Severin adott ki idén. Christopher Lee neve, gondolom minden horror rajongónak ismerősen Chang, Hammer filmek, Amicus filmek, de a nem horror rajongóknak is például a Star Wars vagy a Gyűrűk Ura kapcsán, amiben ugye nagyszerűt alakított. Christopher Lee neve összefort az angol és amerikai popkultúrával, azonban a 60-as években tett néhány kitérőt Európa különböző országaiban, és ez a kollekció ebből egy kis válogatás 6 filmet tartalmaz, és ezt fogjuk egy kicsit közelebbről megnézni. Maga a doboz baromi szép szerintem, nagyon jól elkapta ezt a gótikus horror hangulatot, itt van egy kép magáról Christopher Lee-ről. Így néz ki egy kicsit közelebbről. Itt van a 6 film címe, amit tartalmaz a kiadvány. Néhány kép hozzá, egy kis bemutató a doboz tartalmáról, és ismételten a filmek és a kiadvány címe. A doboz tetejét kell leemeljük ahhoz, hogy ki tudjuk nyitni. Itt vannak maguk a filmek benne, és a végén van egy majdnem 100 oldalas kis könyvecske. Ebben leginkább történetek vannak arról, hogy ezekről az európai kapcsolatairól, arról, hogy hogyan jöttek létre ezek a filmek, milyen színészekkel, rendezőkkel ápolt jó viszonyt, magyar név is feltűnik benne egyébként, egy magyar filmproducer, és itt van egy kis memento magának Christopher Lee-nek a végén, úgyhogy szerintem ez egy baromi jó kiadvány, nagyon szép színes képek, színes és fekete-fehér képekkel, baromi igényes kis könyvecske. Ebben csak beleolvastam, még nem olvastam el az egészet, de ugye az elejébe belelapozgattam. Aztán az első film, Crypt of the Vampire, ez az egyetlen film a dobozban, amelyik A-régiós, ugye ez egy amerikai kiadvány, ezt fontos hozzátennem, ugye tudjuk, hogy más régiókód van az amerikai Blu-ray-ekhez és DVD-khez, mint az európaiakhoz, ez az egyetlen egy film, ami A-régiós, magyarán szólva európai, sima európai lejátszóval, tehát nem tudod lejátszani, kell hozzá egy régió független Blu-ray lejátszó, hogy meg tud nézni, ami nekem sajnos még nincs, de terve van a beszerzése, úgyhogy ugyanis nem ez az első amerikai kiadványom, már egy ideje terve van az, hogy beszerzem. Így néz ki belülről, csak egy lemez van benne, szóval ezen film kivételével az összes többit simán meg lehet nézni, mivel a többi az régió független. Második film, Castle of the Living Dead. Így néz ki a hátulja, látjátok, rengeteg extrát kaptunk. Ehhez a filmhez csak a trailer jár extrába egyébként. Itt azért már látjátok, audio kommentárok vannak hozzá, interjúk, és ehhez a filmhez, itt van a filmnek a lemeze, és ez a filmhez jár
egy audio CD a film zenéjével, itt van a daloknak a listája, 20 tétel van rajta. Következő filmünk, The Torture Chamber of Dr. Sadism, remélem jól ejtem ki. Itt is látjátok, rengeteg extrát kapunk a filmhez. Így néz ki a hátulja. Ez pedig az eleje. Csak egy lemez van benne. Következő filmünk, Theater Macabre, Christopher Lee. Ez egy horror antológia, egy 24 epizódos horror antológia. Itt Christopher Lee igazából ő a vendég, a házigazdája ennek a kis horror antológiának, mint nagyjából, mint ha jól tudom, nem láttam még, de ha jól tudom, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint a kriptaőrt a Mesék a kriptából van, tehát ő vezeti föl ezeket az epizódokat. Itt már 2 lemez is van, ugye 24 epizód van ebből a horror antológiából rajta. Következő filmünk Sherlock Holmes and the Deadly Necklace. Itt Christopher Lee Sherlock Holmes-ot játsza, ugye tudjuk, hogy a klasszikus Sátán kutyájába, vagy The Hound of Baskerville-be ő nem Sherlock Holmes, ott Peter Cushing játsza Sherlock Holmes-t, itt viszont Christopher Lee testesíti meg a híres nyomozót, itt is egy lemezt kapunk, kicsit kevesebb extrával, mint megszokhattuk, audio kommentár van rajta, és akkor végül, de nem utolsó sorban, Challenge the Devil. Így néz ki a hátulja, itt is van pár, de a trailer van, interjú, és még egy interjú, és egy extra lemez, ezen itt vannak az extrák, amik találhatók rajta, és magának a filmnek a lemeze. Hát ez lenne a Eurocrypt of Christopher Lee box, ami szerintem egy baromi pazar kiadvány. Én nekem nagyon tetszik, és nagyon örülök, hogy beszereztem. Horoscope azért is kért meg, hogy ő kérte, hogy ezt mutassam be. Egyébként azért is kért meg erre, mert hát saját bevallása szerint nem tudja, hogy van-e más magyar, akinek ez megvan. Ugye ez egy amerikai kiadvány. Nekem is azért kicsit, hát kellett a segítség ahhoz, hogy mondjam, elérhető áron megéri azt, hogy beszerezzem ezt a kiadványt. Ugye tudjuk, hogy azért Amerikából filmet rendelni, vagy bármit igazából rendelni egy kicsit döcögös, úgyhogy nekem is kellett hozzá egy segítség, kapcsolat, mondjuk így, hogy megérje nekem beszereznem ezt a kiadványt, de nagyon örülök, hogy a polcomon van. Hát srácok, remélem tetszett maga a kiadvány is, meg a videó is. Ha igen, akkor mondom, jelezzétek egy lájkkal, és ha külön ilyen kiadványokról még esetleg néznétek videót, vagy hasonló témákról, akkor ezt így tudjátok jelezni Horoscope felé, és akkor még talán a közeljövőben Nilbogon kívül is találkozunk. Mindenkinek jó horrorfilmezést kívánok. Sziasztok!